Hétfőn elfogadta Várhelyi Olivér uniós biztosi jelölését az EP külügyi bizottsága. A magyar jelöltnek a múlt heti meghallgatás után tegnap délig írásban kellett válaszolnia a testület kérdéseire, amely végül a szükséges kétharmados többséggel elfogadta Várhelyi Olivér jelölését. A teljes biztosi testületről az Európai Parlamentnek is döntenie kell. A szavazás a tervek szerint jövő szerdán lesz. Múlt héten csütörtökön hallgatta meg először a külügyi bizottság a magyar biztos jelöltet Brüsszelben. The Western Balkans, including North Macedonia and Albania. A Nyugat-Balkánnak, azon belül is Észak-Macedóniának és Albániának egyértelmű csatlakozási szándékai vannak, jelentette ki Várhelyi Olivér, hangsúlyozva, uniós biztosként azon dolgozik majd, hogy mielőbb megkezdjék a csatlakozási tárgyalásokat az érintett országokkal. Európa vezető politikusai korábban Észak-Macedóniának és Albániának is azt ígérték, hogy ha teljesülnek a feltételeik, akkor megkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások. Ami most kockán forog, az az unió szavahihetősége, fogalmazott angolul és franciául előadott nyitó beszédében a magyar jelölt. A bizottság szocialista, liberális és zöldpárti képviselői akkor azt rótták fel a magyar jelöltnek, hogy Magyarország állandó uniós képviseletének vezetőjeként neki is szerepe volt a szerintük jogsértő magyar törvények megvédésében. Várhelyi Olivérnek ezért hétfőn délig írásban kellett válaszolnia a testület kérdéseire, amely végül a szükséges kétharmados többséggel elfogadta jelölését. Gál Kinga, a külügyi bizottság néppárti tagja a döntés után azt mondta, Várhelyi Olivér a következő Európai Bizottság egyik legrátermettebb biztosa lesz. Én biztos vagyok benne, hogy egy olyan portfólióra, ami ennyire lényeges és fajsúlyos portfólió, kiváló munkát fog végezni, és örvendek, hogy nem azoknak a lett igazuk, akik mindenáron akár a magyar érdekekkel szembe menve is el akarták vitatni ezt a portfóliót a magyar biztos jelöltől. Az ellenzék áskálódása megbukott, mindent megtettek azért, hogy Magyarországnak ne legyen uniós biztosa, de nem jártak sikerrel. Így reagált a hírre a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Azt is írják, hogy Magyarország az EU bővítési és szomszédságpolitikai biztosi pozícióját kulcsfontosságúnak tartja. Politikai természetű támadás volt a magyar biztos jelölttel szemben. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője politikai támadásként értékelte, hogy Várhelyi Olivér magyar jelöltnek szóban és írásban is nyilatkoznia kellett arról, hogy uniós biztosként a magyar kormánytól függetlenül dolgozna. Póca István az M1-en arról beszélt, alapvető elvárás, hogy minden biztos kormánytól és más külső befolyástól függetlenül végezze a munkáját. De ezt nem mindenkin kérik számon. Érdekes, hogy ugyanez az elvárás, sőt, ugye külső entitást említettem, nem jelent meg mondjuk Franz Timmermansnak a meghallgatásán. Őt nem kérdezték fel, és nem kérték, hogy írásban határolódjon el mondjuk Soros Györgytől, hogy ő nem fogja Soros Györgynek a képviseletében végezni a munkáját az Európai Bizottságban. Az elemző úgy fogalmazott, valószínűleg Ursula von der Leyen is elmosolyodott volna, ha megkérdezik tőle, hogy mostantól Angela Merkeltől és kormányától függetlenül végzi-e majd a munkáját.